estét kívánok! Óriási siker kapujában a Videóton labdarúgó csapata, hiszen Márko Nikolics legénysége gyakorlatilag egyetlen lépésre van attól, hogy feljusson az Európa Liga főtáblájára, csoportkörébe, és ha úgy tetszik, akkor egy történelmi találkozó áll a Videóton előtt, bizonyára minden fehérvári részben emlékszik, részben tud róla, hogy mekkora hőstettet hajtott végre az 1984-85-ös szezonban a Videóton, van a nagy UEFA kupa menetelésben, amelynek során 1984 novemberében 5-0-ra verte a Partizánt. Akkor mesternégyest szerzett Szabó József, akit nagy tisztelettel köszöntök a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. És ha már beszéltem erről a bizonyos mérkőzésről 1984. november 28-áról, akkor idézzük fel most ezeket a pillanatokat. Dolog, ott van a helyzet, Szabó! Gól! Egyből be, Devát lábát is érintve, Szabó 1-0. Csongrád indítja, Maier! Ott van középen Szabó, Maier! Szabó, gól! Csongrádi remek indítása, Marjanovic lemarad. Nagyon pontos, szép beadás. Szabónak az üres kapuba kellett csak találnia. Nézzük Szabót. Gól! 3-0! Vadász, ügyesen. És most meg lehet indulni, fiú. Novát kapja Vadásztól, illetve Burcsától. Novát középen Szabó, a túloldalon Maier, Szabó! Ott a negyedik, Szabó! Hát te szobrot kap Székesfehérváros! Itt van ismételve, Novát megy el, Radovics lemarad. És Szabó pontosan érkezik, bal lábbal teszi be a kapuba. 4-0. Maier elszedi Radovicstól, bravo! Burcsa kéri középen. 5-0 Maier, fantasztikus! Bravo Maier! Maier harcosságát és ravasságát dicséri ez a gól. Itt fölnéz, csinál egy cselt. Itt még egyszer fölnéz, hogy kinek lehetne középre adni, és becsapja Omerovicsot is. 5-0. Azt mondta Szabó József, ezt önök nem láthatták, nem hallották, hogy nem lehet megunni. És valóban így van. Sokszor megnézi? Hát az igazság, hogy volt időszak, hogy évekig nem néztem meg, de az utóbbi időben felhívják rá a figyelmemet, és hát a mostani Partizán mérkőzése apropóból nagyon sokszor látom én is a tévében, meg a neten is, hogy nagyon sokan nosztalgiáznak, köztük én is, és hát libabőrös leszek még ilyenkor én is. Melyik az a kép, ami ilyenkor így elsőre beugrik, vagy szituáció erről a mérkőzésről? Hát az egész mérkőzés összes pillanata megvan bennem, de talán a leglényegesebb, amikor 3-0 után nagyon nyomott ez a Partizán, alig léptük át a térfelét, a saját térfelékről nem tudtuk ki, mert nem léptük át a felezővonalat, és hát a negyedik gólt azt egy olyan kontra előzte meg, hogy talán ketten, ha átléptük az ellenfél térfelét, hogy levegőbe lógott a szépítő góljuk, és akkor sikerült a negyedik gólt berúgnom, utána még a Lajos regény nyugodjon békébe, még a tört belenyomta még a Partizán szívébe, akkor az ötödik góllal. Én azt olvastam valahol, hogy olyan bágyatnak érezte magát a meccs előtt, vagy a meccs alatt. Ez igaz? Érdekes dolog. Itt az ember sokszor volt, én személy szerint sokszor voltam úgy, hogy meccs előtt egy-két órával olyan jól éreztem magam, fitnek, mindenhol, mondom, na menjünk ide az oroszlánt, és kimentem, és majdnem átestem a vonalon, tehát semmi nem jött össze. Volt rá példa, emeccs előtt is az volt, hogy akkor tümmetnek, fáradtnak éreztem magam, ja Isten, féltem én is, hogy
hú, de gyenge teljesítményt fogok nyújtani, és hát ez jött ki belőle, tehát ez egy érdekes dolog. És vajon miért gondolta ezt? Hát előtte a PSG-t háromszor is leverték. Jó, persze, tehát ez egy érdekes dolog, mert a PSG-t azt mondom, hogy akkor az a vitaton azt a PSG-t 10-ből 8-szor megverte volna. De azért tudtuk azt, hogy ez a Partizán egy egész más szintet képvisel. Nem játéktudásban, de játéktudásban is erős volt, de a mentalitások akkor ugye, Jugoszlávia volt még, az a délszláv mentalitás, hogy csípnek, rúgnak, harapnak, megnézte az edzőnk az ellenfelet, hazajött, azt mondta, gyerek, készüljetek fel mindenre, mert a gatyát is lerúgják rólatok, tehát azért kicsikét volt bennük egy félsz is, nem beszél arra, hogy ők az előző fordulóban egy angol élcsapatot vertek meg úgy, hogy 6-2-re kikaptak idegenbe, és otthon meg 4-0-ra nyertek. Tehát azért egy nagyon, nagyon jó csapat volt az ellenfél. Volt valamiféle forduló pont ezen a mérkőzésen, illetve hát a mérkőzésnek is az elején, amikor úgy érezték, hogy ez meg lesz, vagy a kezdő sipszótól kezdve áthatotta a csapatot valamiféle hangulat, és elkapta a hív? Hát az igazság, hogy sokszor beszélgettünk egymás közt, hogy ezt a meccset példának lehetne állítani, mert itt nagyon egyben volt a csapatunk. Fizikálisan, tökéletesen fel voltunk készítve, és ha megnézi valaki egész a meccset, az ellenfelet mindig 2-3 támadta le, tehát a futómennyiség benne volt a csapatban, mentálisan erősek voltunk, és hát a mérkőzésen belül az első fél idő, ugye az elején sikerült gólt rúgni, de egálos meccs volt, nekik is volt helyzet. A fordulópont talán ott lehetett, hogy a második fél idő elején sikerült mindjárt gólt rúgnunk, és azt hiszem 20-30 másodpercre a középkezdés után mindjárt jött a 11-es, a harmadik gól. Tehát ez lélektelenül megfogta a Partizánt egy kicsikét. Akkor nem tudtunk élni a lehetőséget, hogy még gólra gólt, hogy a harmadik után berújjuk a negyediket. Akkor jött egy olyan 20 perc, amikor tényleg azt mondom, hogy levegőben lógott az, hogy a Partizán fog gólt vagy gólokat rúgni, és akkor sikerült a negyedik gólt rúgni, tehát amikor egyáltalán nem volt benne a játékban. Hát az azért óriási élmény lehetett, hogy a Sóstói stadionban 20 000-en? 20 000-en? Vagy talán még annál is többen mindenhonnan. Még igen. Talán a kandelláberekről is lógtak az emberek. Meséljen erről, ezt milyen volt látni és átélni? Hát amikor az öltözővel van az ember, akkor csak hallja. Tehát hangfoszlányok jönnek be az öltözőbe, akkor nem éreztem még annyira az ember a hangulatot. Amikor kiment melegíteni, már akkor lehetett érezni, hogy itt felrobban a stadion. Igaz, hogy már előtte azért a PSG ellen is kijött 20 000 ember, tehát már volt egy kis összehasonlítási alap, de itt a Partizán ellen még hatványozottabban a szurkolók mögénk álltak, és hát ők már várták talán a jó eredményt. Mi úgy mentünk ki, hogy egy góllal valahogy nyerjünk, tehát az alap az mindig az volt, hogy gólt ne kapjunk. Egy góllal már tovább lehet jutni, lásd Duklo Prága 1-0 itthon, utána idegenben 0-0 tovább tudtunk menni, tehát és ismerve a jugoszláv csapatnak a játékosait, azért ott volt egy pár jó futballista, akiktől lehetett félni, hogy gólt fognak rúgni. Mennyire fáradtak el, vagy ön személy szerint mennyire fáradt el a Partizán meccs után, az 5-0 után? Sokat kivett? Hát rengeteget kivett, de akkor az ember nem is érezte, másnap érezte. Meccs után az felhőtlen boldogság, öröm, akkor úgy éreztük, hogy még tudtunk volna még egy fél időt lejátszani, de azért örültünk, hogy lefújták a meccset. Milyen volt másnap kimenni az utcára, bemenni a városba? Tudott egy lépést anélkül tenni, hogy valaki ne gratulált volna? Hát útról útféle gratuláltak. Én ezt már egy párszor elmondtam, hogy az élet nem állt meg. Másnap reggel én vittem az óvodában a két lányomban, akik akkor voltak 4-5 évesek, és hogy reggel fel kellett kelnem, 7:00-8-kor vittem át az óvodába, hát ott szembesültem azért a szeretettel, mert a konyhás néniktől kezdve a takarító nénik mind oda jöttek, és a nyakamba ugráltak, és össze-vissza puszilgattak, hogy akkor a boldogság volt nekik is az eredmény. Ez ugye egyébként ezek az élmények, meg ez a mérkőzés a hétköznapokon azért gyakran eszébe jut, vagy gyakran beszélgetnek önnel
erről, és egyáltalán a menetelésről? Az igazság, hogy a mi korosztályunk, aki látta ezt a mérkőzést, azok azért azokon látni, hogy ismernek, a utcán találkozunk, nagyot köszönnek, úgy néznek, hogy alig várják, hogy köszönni tudjanak, és hogy egy-két szót, hogy Hózsi, gyere még most is vissza a szájába. Hát most mondom, örülök, hogy menni tudok, nem az, hogy még beszálljak futballozni, de úgy összességében azok ismernek. Hát a mostani generáció, azok, hát a mostani játékosok közül talán 2-3 élt akkor, tehát ők azért nem annyira tudják, most fel van nagyítva az utóbbi napokban, azért jobban megismernek bennünket is az utcán a fiatalok. Gyakran csörög most a telefonja a napokban? Újságírók, hát, ismerősök? Nem panaszkodom, mert ez a másfél hét, ez most az, nem azt mondom, hogy rólam szól, de ugye hát én voltam ennek a hazai mérkőzésnek azért a 4 gólommal talán a kiemelkedő alakja, és hát mennem kell. Tehát néhány tévéműsorban szerepeltem mostanában, újságok kerestek, fotózások, tehát... Őriz valamilyen emléket erről az 5-0-ás meccsről, valami tárgyi emléket? Labdát, meszt, sportszár? Hát nem sok van. Akkor még nem lehetett, mint most, hogy dobáljuk ki a mezeket, akkor volt 3 garnitúránk, vagy 2 garnitúránk, tehát nem lehetett nagyon... A vége felé cseréltünk, a Partizán ellen is cseréltünk, az a Partizán mezen megvan, aki ellen, akivel cseréltem. De hát akkor ilyen kisebb tárgyak, tehát ilyen zászló, kitűzők, ilyenek még most is vannak. De akkor van egy Partizán meze az ellenféltől. Az van, igen. Hogy látta, milyennek látta a videótont Belgrádban? Ha Pátkai, akivel most ugye címlapon közösen szerepel, egy picivel jobban találja el azt a labdát kapásból, akkor... Akkor most nyugodtabban néznénk azért ezt a mérkőzést, mert előnnyel, de én nem vagyok elégedetlen. Ha nagyon szörös szívű akarok lenni, nem volt jó meccs a kinti. Tehát inkább egy brusztolós meccs volt, tehát mind a kettő csapaton azt éreztem, hogy nem akar kikapni. Tehát gólt nem akar kapni, tehát a biztonságot tartott a szem előtt, és hát hogyha találnak egy gólt, akkor esetleg megnyerik a meccset. Én meg ezt a Partizántól többet vártam. Mert a mi csapatunk az azt játszott, amit idegenbe kell, tehát egy masszív védekezés, és abból megpróbáltunk építkezni előrefelé. Minden mert, hogy nem úgy sikerült, ahogy esetleg vártuk. Mennyire vethette vissza őket az, hogy gyakorlatilag üres lelátók előtt rendezték a meccset? Az egy gólt jelentett volna. Az tapasztalatból? Tapasztalatból, mert mi 5-0 után kimentünk. Igen. 30 ezer ember előtt halálfélelmünk volt, mert tényleg dobáltak be mindenféle tárgyakat, pénztől kezdve öngyújtókat, tollakat, mindent, meg hát úton útfélen mutogatták nekünk a hatokat, hogy ők szentül meg voltak győződve abba, hogy meg tudják fordítani a meccset, és a játékosok is. Tehát úgy jöttek a meccsre, az első percben mindjárt oda csúsztak, oda vágtak, úgy, ahogy tulajdonképpen a mostani meccsen is a Lazovicsnak az első 5 percben kétszer úgy oda csúsztak, hogy ne ugrálja te itt. Tehát az a szerb mentalitás megvolt akkor is, meg most is meg lesz, tehát a mai meccsben lehet, hogy lesz kiállítás, mert azért a tét nem kicsi. Itt most már nincsen második meccs, tehát itt el kell dönteni a továbbítást, és minden eszközt be fog vetni mind a két csapat. Szerintem azért, hogy valahogy maga javára tudja fordítani az eredményt. Ott volt egyébként a belgrádi találkozón, a helyszínen nézte, vagy itthonról? Itthon voltam, hát a sportcsatorna stúdiójában voltam hivatalos akkor, és hát onnan néztük a mérkőzést, de terve volt véve, hogy kimegyek. A 100 szurkó közt már meg voltam ezem nekem is, hogy a B-közép baráti körös srácok, aki mentem volna megnézni a helyszínen. Hogy látja, milyen csapatot épített, vagy épít Márko Nikolić itt Fehérváron? Mennyire elégedett? Nyilván az eredmények azt mutatják, hogy jó úton halad a Vidi. Jó, hát az igazság, hogy ez a keretünk meg volt már tavaly is, és azért nem annyira volt meggyőző a játékunk. Itt is az elején döcögős volt. De valamit jól csinált a mester, hogy itt az első mérkőzéseken, amikor papíron gyengébb ellenfelek voltak, akkor nem sziporkáztunk. Gondolok itt egy máltai csapatra, vagy a Kaljú ellen is, hogy ahol kötelező volt a győzelem, azért azt megcsináltuk. Továbbítottunk, és a bajnokságban is az első egy-két meccsen még akadozott a gépezet, de most a végére már itt
a Debrecen meccsen nem, már jó, a Bordeaux ellen kimondottan jól játszottunk mindkét meccsen. Itt stabilak voltunk, tehát biztos, hogy szisztematikusan építkezik a mester, és hát az eredmény azért jön. Ki a kedvence a mostani vidiből? Van? Nem szoktam úgy kedvencet kiemelni. Van egy 3-4 jó futballistánk, tehát azt mondom, hátul azért van egy meghatározó juhászunk, aki még mindig stabilitást adott hátul. Középen van egy két robotolónk, a Varga Józsi, Pátkai, akik azért rengeteget futnak, sok labdát szereznek. Talán az elején vannak azért a kreatívabb játékosaink. Az a Lazaricot nem kell bemutatni, ő egy jó futballista volt régebben, még van belőle azért most is, itt magyar szinten még ő azért erős. Én ennek a hetének örülök, ennek a új igazolásnak, ebben érzem azt, hogy egy masszív, fizikálisan erős játékos, technikai képzett játékos, és ami nekem nagyon szimpatikus, hogy ő az egy az egyeket meri játszani, mert az sok visszapassz, igen, tehát szóval nem merünk előrefelé, bátran, ugye a Szújicsban benne van az, hogy ő is mer egy az egybe játszani, mert bátran cselezni, nem visszafelé passz, hanem előrefelé játszik, ezek mind szimpatikus dolgok. Látja valamelyikőjükben Szabó Józsefet? Nem látom. Nem, úgy nem. Hát most mindenkinek a saját adottságát kell. De ha valaki mesternégyest lő ma este, akkor benne azért benne lesz a Szabó faktor. Elsőnek fogok gratulálni neki. Legyen így. Beszéltünk már a Partizán híres, vagy inkább azt is mondhatom hírhet közönségéről, de hát azért ne feledjük, hogy több ezer vidi szurkoló is ott lesz ma este felcsúton a Páncsó Arénában. Ez nyilván nagyon sokat jelent majd Juhász Roliéknak. Egyértelmű, amit előbb beszéltünk, hogy kint hiányzott a Partizánnak az a 30 ezer ember, az biztos, hogy nekünk ez jó, az 3800, vagy amennyi kint lesz, az ugyanolyan jó kis hangulatot tud csinálni, mert a Pancsó Aréna azért egy hangulatos, jó atmoszférájú stadion. Ez belelóvalhatja a játékosokat abba, hogy befújjon egy gólt, ami elég lehet, bár én azt mondom, hogy lehet, hogy kettőt kell rúgni ahhoz, hogy tovább jussunk. Mert egy gól mindig benne van, hogy kaphatunk, minden mellett, hogy összeállt a védekezésünk, utóbbi meccseken nem kaptunk gólt. Ha kapott gól nélkül le tudjuk hozni a meccset, akkor tovább jutunk. Ön ugye a Videótonnál, a női csapatnál dolgozik technikai vezetőként, ugye ott Horváth Gábor részben az edző, tehát ott is azért a régi idők nyilván sokszor előjönnek, és most éppen a csapattól jött, hogyha minden igaz. Ott mennyire téma a fiatal lányoknál a Vidi és Szabó József mester négyese? Hát, most meg vannak blondulva a fiatalok, most tudják tulajdonképpen, hát a szülőktől esetleg hallották, hogy kik voltunk mi, a Gábor bácsi, de oda tehető a Cserepka Tomi bácsit is, aki szintén játszott itt a Vidi felnőtt csapatába, most oda került a 16-os korosztály, az a Fekete Csabi, aki szintén játszott, ha nem is a felnőtt csapatban, de utánpótlásban, tartékcsapatban, tehát a Videóton kötődésűek mindenki. Azt, hogy a Gabi bácsi meg én abban a régi csapatban játszottunk, ez a többiek szemébe is azért most jobban hatványozódik, hogy Józsi bácsi, Gabi bácsi, tehát be vannak pörögve a lányok is most a meccs után, vagy a meccs miatt. Mennyire összetartó egyébként a nagy csapat? Hát egy kívülről úgy néz, hogy nincs probléma, de én azt szoktam mindig mondani, hogy amikor jön az eredmény, akkor minden szép, minden jó, akkor mindenki azt mondja, hogy összetartó egymásért küzdő csapat, amikor nem jön az eredmény, akkor derül ki tulajdonképpen, hogy milyen összetartó azért egy közösség. Mármint az ön a nagy csapata, ja, mindig 84-85-ös csapata. Hát összetartóak vagyunk. Tehát gyakran találkozunk, hogy beszélgetni. Hát itt a klubnál is egy 4-5-en dolgozunk, tehát itt Fehérvár környékén vagyunk a közel 10-en, de egy telefon, hogyha én azt mondom, hogy össze akarom hívni a csapatot valamilyen oknál fogva, egy telefon és a 18-ból 16 megjön, tehát eljön, bármikor szívesen találkozunk. Próbáltuk azért néha, hogy két-három évente, ha nem is minden évet, de két-három évente azért jöjjünk össze. Most volt a 30 éves jubileum ugye nemrég, akkor összejöttünk, hamar itt lesz a 35, akkor megint összehívjuk, de összetartóak vagyunk. Kik azok, hogyha nem titok, akiket ebből a csapatból a legközelebbi barátjának tart?
nem tennék úgy nagyon rangsort, mert mindenkivel jobban voltam, meg a mai napig is jobban vagyok. Tény is van, hogy én a Csongrádi Ferivel, Horváth Gabival, meg a kollégákkal, akikkel itt vagyunk, azok napi szinten találkozunk, azokkal jobb kapcsolatban vagyok, mint akikkel csak két évente vagy telefonon találkozunk, de én azt hiszem, hogy oda-vissza mindenki elfogadta a másikat, és drukkoltunk is egymásnak, még a mai napig is drukkolunk egymásnak a saját területén. Mi volt a titkuk? Hát ez lehet, hogy közhely, de évekig együtt játszottunk. Tehát ugye ma már nem divat az, hogy csapatot építek, és akkor évekig együtt játszani, mert itt lassan nem tudjuk elmondani, hogy a tavaly tavasszal a Videoton összeállítását, mert mindig változik a keret. Akkor azért egy 4-5 évet együtt játszottunk. Családostól edzésen kívül összejártunk, tehát egész más volt most, meg ugye hát hárma laknak Fehérváron, vagy öten, nem tudom, a csapatból, többiek Pesten, meg nem tudom hol, tehát ez egy egész más világ most már. De hát reméljük, hogy ma mindannyiuk jól teljesítenek a Partizán ellen, és meg lesz az Európa Liga főtábla. Én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött, és hogy beszélgettünk, és akkor még egyszer, bár tudom, nehéz ilyenkor tippelni, de meg lesz. Én biztos vagyok meg, biztos vagyok benne, hogy tovább fogunk jutni. Tehát annyira vagyunk jó csapat, meg mondom, nem éreztem ezt a Partizánt annyira erősnek, hogy én bizakodó vagyok. Mindenféleképpen továbbítást várok a csapattól. Köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Így legyen. Így lesz. Kedves nézőink, ez volt a Bajnokok Városa. Hajrá, Vidi, viszontlátásra.